Hát akkor eljött az idő. Sziasztok fiúk, lányok, üdvözöllek benneteket, én Nivek vagyok, és rég mondtam ilyet, de Clash Royale-os videóval térek vissza most hozzátok. Nagyon sokan kértétek kommentekben, üzenetekben, hogy legyen ilyen tartalom, és bár eleinte nem szerettem volna belőle csinálni, úgy döntöttem, eleget teszek a kérésnek. Úgyhogy itt van Clash Royale-os tartalom tőlem, remélem tetszeni fog, fogadjátok sok szeretettel. Ó, és mielőtt elfelejteném, az egyik ismerősöm 3D-s nyomtatással foglalkozik, és ezeket adta nekem. Amint látjátok, ez két Clash Royale-os figura, az egyik az a King, a másik pedig a Golem. Ti is tudtok nyomtattatni ilyen figurát, hogyha szeretnétek, link a leírásban. És akkor itt lennék a játék felületén, amint látjátok, elég sok minden változott, sokkal magasabb kupán vagyok, ahogy mindenki a játékban, hiszen teljesen átalakult ez a kupa rendszer a játékban. Innentől nem szezonvégi chest jár, hanem jutalmak, hogyha egy bizonyos kupa szintet elérsz. Bár erről már lehet hallottatok, csak nekem volt újdonság. A másik, hogy tudtok venni ilyen PES Royale-t, ez fizetős, 1800 forint kb. Havonta, és akkor ilyen bónuszokat be tudtok váltani. Egy mini ládanyitást tervezek majd a videó végén, úgyhogy azzal mindenképpen számolhattok, és hogyha szeretnétek ládanyitást látni tőlem, akkor a leírás első sorában tudtok beküldeni cseszteket, hogyha vannak, vagy még játszik ezzel valaki. Ez most számomra egy jó kis nosztalgia lesz, hiszen nagyon régen csináltam ebből videót, majdnem 2 évvel ezelőtt. Azóta jött 10 új kártya nagyjából, ebből azért kevés, ami szerintem hasznos. A papimon alakítottam egy elég szépet, hogyha megnézitek. Kimaxoltam a Golemet és a Mega Minion-t, illetve másik pakliba a kollektorom is maxos, de azt nem használom. Jelenleg ez az én paklim, ami annyira nem könnyű, mert nagyon drága, viszont hogyha működik, akkor mindent letarol, ezt meg is próbálom mutatni majd mindjárt. A mai videóban egy sima csatát megyek, hogy bemutassam a paklimat, megyek partiba egy triple elixírt, oda szintén jó az én paklim, illetve egy 2v2 csatát, kb. Ez a tervem mára. Lássuk is, hogy mire vagyunk képesek, nyomassuk a gémet, hát ha még eszembe jut valami. Ami még változásként történt, egyrészt, hogy sokkal magasabb kupákon vagyunk, hogy egységes kártyaszintek vannak, tehát nem úgy van, hogy 1-estől indul a legendary, hanem 9-estől, a többi kártya is ehhez szinteződik. Úgyhogy egy meglehetősen érdekes változás ez az eddigiekhez képest. De tetszik, most már nekem a régi rendszer, ahogy például a régi live-omba volt, az volt az utolsó, amit én láttam, az a Royal Recruits-os live, az 2018 nyarán tettem föl. Az volt az utolsó Clash Royale-os ilyen live-om. Durva, gyerekek. Visszanéztem direkt, hogy jobban emlékezzek a különbségekre, mint ahogy voltak, de hú, sok minden változott azóta. A játékkal kapcsolatban is, meg hát nyilván a Clash Royale már nem olyan tényező, szinte teljesen eltűnt a magyar YouTube-ról, én is inkább úgy hozom most vissza nektek, hogy egyfajta ilyen visszaemlékezésként, de rendszeresen nem biztos, hogy készül belőle tartalom, nagyon néha el tudom képzelni, hogy lesz majd ilyen is. Úgyhogy így készüljetek ti is, ez egyet bele fog ütni szerintem. Ha az volt a célja, akkor gyönyörűen elérte. Az a baj ugye a Wizard ellen, hát megpróbálom akkor így, és hogy nem tudott belém ütni, és csak én haladok egy kicsit, de a Bomber már is rendet tenne. Na, itt azért egy picit tudtunk levenni a toronyból, ő azért jobban áll egyelőre, úgyhogy még kicsit várni kellene. Meglátjuk, hogy lép-e valamit. Én lépek, az biztos. Boom! Indul is a Golem, úgyhogy ő is így indítja a támadását mindjárt. 2 elixír előnyben vagyok, úgyhogy talán van esély megfékezni őt. Most mi van? Oké, most tette le az elsőt, de ezzel azért lemaradásba került egy kicsit a srác, hiszen sokkal előbb is léphetett volna, és akkor nem lenne elixír hátrányba, mint ahogy most van. Közben az internet itt szórakoztat, de egyébként az internetem olyan stabil, mint a beton, úgyhogy nem kifejezetten értem ennek okát. Hát, srácok, boom, boom, boom. Ott van, ott is van, nagyon szép volt az a lightning, és meg is van a torony. Úgyhogy ez szuper. Az még lehet, oda beleüt egyet nekem. Au. És egy firebolt is ráküld, illetve még egy fireballra van szüksége.
éppen ezért el is kezdtem a másik tornyot ostromolni, mert neki szüksége lesz arra, hogy lerombolja a tornyomat ahhoz, hogy még meccsben maradhassunk, úgyhogy indítom is. Á, és van is egy logja, az már elegendő ide, de még nem aggódok egyáltalán. Let's go! Ouch. Oké, az megvan, és indulhatunk a másik toronyra. Uha. Gyerünk! Boom, boom, boom! Tökéletes. Azt úgy összeszedtem szépen. Itt őket megpróbálom összehúzni, aminek sok értelme nincsen, de milyen jól néz már ki. Úgy lerombolom azt a tornyot. Hát azért nem egyszerű itt a móka, igaz? Tehát ezen a szinten már nehezek a meccsek, és most már nincsen döntetlen a játékban. Egyáltalán nincsen döntetlen. Tehát itt most már kemény, kemény a helyzet. Ez bele fog menni. Hú-hú! Jaj, mit csinálok? Jézus. Oké, mellé nyomtam. I'm sorry. Oké. Az baj, hogy ugye légiek ellen nem jó a védelmem. Látjátok, semmi? Nem már, ezen nem újjon. Húsrácok, gyerünk, gólemizon! Let's go. Ja, és marha régen játszottam gépről, úgyhogy lehet ezért is van, hogy nem megy olyan könnyen, mint egyébként, de szerintem ez a meccs már megvan, ez már meg lesz. Ő már nem tud velem mit csinálni. És ott a win. Uah! Megcsináltam. Amint látjátok, a háttérben új háttérrel jelentkezem, tehát teljesen máshol vagyok, mint eddig videóztam. A cuccom az kb. Ugyanaz. De ez a win, ez megvan, gyerekek, úgyhogy örülök neki. Ránk is fért egyébként. Akkor, hogy túl vagyunk az első mérkőzésen, mehetünk is akkor egy triple elixir csatát, ami sokkal nehezebb, mint egyébként. És egy teljesen maxos 5600 kupás ellen kellene helytállni, akinek a King Towerje is nagyon szépen néz ki. Hát szép esélyekkel indulunk. 12-es Sparky-val indít. Wow. Nem tudom, ennek így lesz-e értelme, de megpróbáljuk. Az a jó, hogy ugye... Au! Ez igen, nagyon szép volt mondhatni. Ide húzzuk, hogyha... Mert el is pusztul a gólemem, akkor nagy pusztítást végezzen, és ez így is lett. Itt csak úgy potyognak az egységek a földre. Úgyhogy nagyon durván haladunk előre. Már amennyire tudunk a helyzethez mérten. Ne! De mekkora mászli volt, hát láttátok ezt? De nagy mászli volt. Atya-gatya. Puffasz, tudom, hogy belerobbant egyet, de nem tudott számottevő pusztítást végezni. Ez pedig így... Oh, nagyon szép, nagyon szép. Újjaj. Srác az kemény, mint a kád széle. Ezt ti is látjátok szerintem. Úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk a Sparky-ja ellen, de egyet belelőtt a tornyomban, nagyon ügyes vagy. Úgyhogy most a King Towerre bízzuk egyébként magunkat, illetve össze kéne húzni ide a paprit. Hogyha meghal a gólem, ugye az elég nagy pusztítást tud végezni. És így... Egyelőre az egyetlen, amivel tudtam bármi pusztítást végezni, az a Lightning volt ezen a meccsen, idáig. Gyerünk, gyerünk, ez még nincsen veszve. Ouch. Őnek is van Lightningja, és el is kezdte használni, úgyhogy most félhetünk, hogy mi lesz. Így bepörgetjük magunkat. Így mi. Ő is jön az újabb Sparky-val, én pedig újabb Lightninggal ostromlom őket. Remélem kiszalad már. Nem. Nagyon szuper. Hú. Na ez megint erre azt mondom, hogy ez egy kemény meccs. És el is pusztult egyébként a Sparky. De itt a következő. Össze kéne őket terelnünk egy irányba. Ouch. Ez ellen nagyon nehéz mit csinálni a srác ellen, tehát... Hú. Bepörgeti itt a partit, de nem hagyjuk magunkat. Gyerünk, gyerünk. A triplaszoros elixir az mindig ilyen idegőrlő szokott lenni. Sajnos. Úgyhogy ezt ti is láthatjátok mennyire.
böszme nagyon. És nem is azt tövi, amelyiket szeretném, így van. Gyorsan tedd le, hú, ez nagyon mászli volt. Talán még van esély nyerni, srácok, de nagyon nehéz ez a meccs. Nagyon nehéz. A Sparky-t azt elcsíptem, sajnos ez kevés a sikerhez. Mert nagyon jól játszik a srác. Úgyhogy azért minden tisztelet a jó játékért. Ajajaj. Is van egy... Oké, nagyon szép. De ez nem biztos, hogy nekünk elég lesz a sikerhez. Sőt. Én attól félek, hogy csúnya dolgok jönnek még. Neki valamivel kevesebb HP-ja van a tornyának. Még másfél perc overtime van. Gyerünk srácok, meg kell lennie. Oké, egy lightningot bevetett. Nagyon jól játszik. Nagyon jól játszik. Ó-ó. Jó, még élünk. Ott bevet egy elektrovizárdot. Nekem muszáj elindulnom egy következő gólemmel. Boom. Sajnos azért a Sparky az egyet lőni fog. Én pedig boom, boom, boom. Gyerünk, el kell jutni a toronyig. Mindig az kell, hogy eljussunk a toronyig. Hatalmas pusztítást végez egyébként. A Sparky elmegy a túloldalra, ez nekünk nagyon jó. Mert tőlem akár egyet lőhet is abba a toronyba. És megvan a meccs, srácok. Ez nagyon nehéz volt. Well played. Well played. Oké, nagyon szuper. Na hát akit elvertünk, az nem volt szerintem akárki egyrészt, ugye. Nagyon magas, magas kupán volt már most is, és egyébként majdnem egy 6000 kupás volt, akit sikerült egy kolídert elintézni. Egy elég komoly klánban van, amiből egy büdös betűt se értek. Úgyhogy ez volt a második meccs, ami szerintem kifejezetten jól sikerült. Na és akkor így, hogy a második meccs is megvolt, jöhet a harmadik. Egy jó kis 2v2-t szeretnék lejátszani. A videó előtt próbálkoztam egyébként, tehát egy kicsit gyakoroltam, mert telefonon nyomom a játékot hosszú ideje, és gépen nagyon nem csináltam. Főleg nem úgy, hogy közben dumálok, az mindig sokkal nehezebb. Tehát, hogyha úgy gondoljátok, hogy könnyű a Clash Royale, akkor próbáljátok meg úgy, hogy közben ezt kommentáljátok. Garantálom, nem lesz könnyű dolgotok a játékban. Oh my god! Igen, hát... vannak bajok. Ebben igazad van, de szerencsére ott van az Inferno Tower, ami azért megvéd. Oda az tehetett hiába való volt, így is boom, és 13-as Prince is le lesz verve, mint vak a pohárral. Az szép volt, de nem sikerült semlegesíteni, látjátok, a 13-as milyen jó. Egész sokáig kibírta, és a golemájtok is tudtak pusztítást végezni. Látjátok is a jó emotikonokat, amit még nálam nem láthattatok az én csatornámon, de a játékban már benne van egy ideje. Hopp! Ezek a hangok, amiket ezek az emotikonok adnak, valami fantasztikusak. Na gyerünk! Ó-ó! Erre neked kell valamit lépned, hát ennél valamivel többre gondoltam, tökéletes. Hát és hiába az app, úgy tűnik, mintha az egyik tőlük ki is lépett volna. Így hát, hogyha már csak egyedül játszik, akkor igen, így tűnik nekem is. Hogy már mintha csak egy player lenne az ellenfeleknél, és állandóan sipítozik. Hogy van esély arra, hogy ezért meg lesz ez a meccs. De még ne kiabáljuk el, hátha visszatér. Igen, kilépett. Az a baj, hogy még jobban jellemző lett a játékra ez, hogyha valami nem megy, akkor rögtön kilépek a játékból. Ilyet én nem szoktam soha csinálni. Még akkor se, hogyha 2v2 van, vagy egy kicsit veszett helyzetnek tűnik, akkor se teszek ilyet. Hát amint látjátok, ezzel sajnos kb. Csak így gondolom én. Vagy én gondolom így, más nem. Hát igen, ott megy már a móka kacagás. Egy jó lightning, boom, boom, boom. És hát ezzel azért elég sok elixírt lehet nyerni, valószínűleg ez a meccs már megvan. Akkor sírnék be, ha egy ilyen meccset vesztenénk el. Na, arra mondanám, hogy... Jesszus. Kéletes, hogy úgy mondjam. De hogyha egyedül van, vagy mégse, ezt nem tudjuk, akkor is elég szépen sikerül
támadnia, meg nekünk is levédeni. Nem, mégis itt a másik. Akkor tévedtem, lehet, hogy csak kilépett egy ideig. Mindenesetre bedobom előre a gólemet, hogy már tényleg ne tudjanak mit kezdeni a helyzettel. És hát így meg is lett a meccs. Szerencsénk volt, azt írta. Köszi szépen! Na és akkor így, hogy eljutottunk a videó vége fele, ugyanis szerintem ez a három most elegendő lesz így bemutatásra. Ki fogom nyitni ezeket a kisebb chesteket. Ugye clan chest már nincsen, illetve season chest sincsen. Igen, clan chest sincs. Hoppá, tényleg az is megszűnt már jó ideje. Úgyhogy ezeket én kinyitnám kezdve a kisebbektől. És tényleg ne feledjétek, hogyha szeretnétek ládanyítást, akkor küldjétek el a chesteket. És akkor nyitok még egyszer nektek. Így bónuszból. Oké. Próbáljuk meg akkor először klémeljük a rewardot. Azt hiszem, hogy kettőt is tudunk nyitni ebből, úgyhogy kettő crown chest. Képzeljétek el, nagyon sok legendary nyitásom volt, amit nem vettem föl. Képet általában mentettem le róluk, de nagyon durvák voltak. Tehát volt free chestből is legendary, crown chestből is volt, tehát jutott minden, ami Sam Sai-nak ingere. És itt egy epic. Köszönjük szépen. Erre mondom, hogy very nice. És akkor lássuk a magical chestet, amit kigyűjtöttem, és így videóba szánom nektek, hogy kinyissuk. Szerintem, mivel az előző magical chestemben volt, szerintem ebben nem lesz. Nem, mert nagyon kevés a rare, úgyhogy 9 canon card jutott így a videó végére. Ha szeretnétek legendary nyitást is látni, akkor tudjátok mi a dolgotok. Így néz ki most akkor a Clash Royale. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett. Ha így van, csapassátok a lájkot és osszátok meg a videót, hogy visszatértem. Találkozunk legközelebb, Brawl Stars-os content is érkezik, úgyhogy figyeljetek. Addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok!